16 pontos körmendi vezetés, tehát a táblán 1 perc 10 másodperc és folytatódik a találkozó. Az Aegis Körmend KTL Duna Aszfalt mérkőzés, amely tehát a 14. fordulóból maradt el, és most pótolják a csapatok. A második negyedet 31-17-re nyerte a Körmend. Nem csak a védekezésén tudott szigorítani a hazai csapat, de a kinti dobások statisztikáján is. Walker 4 triplát sülyeztett el, nem 3-at, ahogy én mondtam, és mind a 4-et a második negyedben, tehát ő már 12 pontos, 6 kísérletből 4-et értékesített. 13-ból 7 körmendi tripla, ez így már egész jó százalék. Az első 4 ugye kimaradt, az 5-et dobta be Ferenc Csaba, onnan viszont jött még 8, de jött még 6, bocsánat, hirtelen a kettes statisztikára néztem. 17-ből 9 a dupla, mutatója körmennek, 13-ból 7 a tripla. Beszédes, jobban dobják a hármast a körmendiek, mint a kettest. Richards. Walker kapja megint hármasra, ezúttal mellé lő, de Burgess-i a lepattanó. Megpróbál Burgess elmenni Pongó Máté mellett, aki új emberként áll be, nem sikerül. Jöhet a Kecskemét 49-33-nál, tehát. Pongó Máté a 10. vendégjátékos, aki pályára lépett. Még Mészáros Máté és Keller Iván áll rendelkezésre a vendégpadon. Pongó. Jugosebb teszi be Barovicsnak, aki kis ilyen elhagyja a labdát, későn dobja el, Ivosev kivédekezi a körment, Ferenc Csaba ők le a magasban. Ez is a kosárlabda szépsége, amikor ki tudja védekezni az ellenfél támadását egy csapat. Dodges. Walker lép be, és egy faltot harcol ki. Kosár nincs, megpróbálta magas ívben eljuttatni a gyűrűbe a labdát, nem sikerült. Dobhat 2-t, a második percbe fordult az óra a harmadik negyedben. És nem jó a büntető. A második bent van. 13 pontos Walker. 50-33. Ivosev. Pongó Máté, aztán Ivosev engedi el távolról. Nem jó, töröké a lepattanó. Ferenc. Walker kérje túloldalon, Kini csúszott el, Ferenc tovább Burgess-hez, ő van tisztán, és Burgess hárma se ül. Ferenc Csaba úgy örül neki, mint ahogy dobta volna, és ez így van rendjén. 53-33. Húsz pont. Ivosev. Burgess próbál landát csenni, és faltot kap kapitán Gellértől. Jön Gerasimovics és Rakic a kecskemétieknél. Kovács és Pongó Máté megy le. Burgess első hibája volt ez, és a csapatnak is a negyedben. Rakic. Ivosev, Gerasimovics vissza Rakichoz. Walker jól zárt oda, Rakic megy közelebb, rövid, és a lepattanó Ferencé. Jurosev löki meg, neki is a harmadik hibája. Pongó Martin jelentkezik játékra. Jurosev megy le. Walker, török, Burgess,
Richards. Kosár nincs, falt van. Richards bedobja most az elsőt, ő is 10 pontos. És ezt lesodorja a gyűrűről Barovics, hiába ördül fel a hazai publikum. Szabályos volt, de a labda Burgess-é. Richards távolról, bent van a tripla! Hát ez így jó bolt volt a körmennek, 57-33. Ez a távoli nem jobb Kovácstól, töröki a lepatton a Bördjét. Bördjét, Ferenc, Richards, kipattan a kezéből Kovácsé. Bongó teszi tovább, Rakic, megjáratják a kecskemétiek Kovács törbe, nem jó, és Barovicsról megy ki, jöhet a körmen. Csere, vendég oldalon, Karahodzsics és Kini áll be, Barovics lemegy. Valakinek még le kell menni. Kovács Péter lesz az. 24 pontos körmendi előny. Walker. Richards. Lépéshibát látott nála Papp Péter. Kini. Rakic. Gerasimovic. Kini. Rakic. Kini teszi tovább. Pongó tempója. Pongó Martini, és ha jól jegyzetelek, akkor az első pontjait szerezte. Így van. 57-35. A negyedik perc végén a harmadik játék részben. Walker. Török teszi tovább. Ferenc. Ferenc Csaba elvállalja, és bent van a tripla. A második hármasa. 60-35. Hát a hazai pályán valóban belőtte magát a körmend. És most belőtte magát Gerasimovics is, 2 pontért távolról. Ő ezzel 4-nél tart, 60-37. 17-ből 10 triplát értékesített a körmend eddig. Burgess megy közelebb és kiharcol egy személyhibát. A 19. csapathiba kecskeméti oldalon. Újabb csere. Rakic helyett jön vissza Ivosev. Walker. Burgess kapja a gyűrű alatt és be is dobja Pongó mellett. 12 pontos Burgess. 62-37. Gerasimovic. Josev. Ferenc van ott védekezni, és nem bántják Karahodzsicsot a körmendiek. 62-39. Átléptük a negyed felét. Walker. Richards, hú, de messziről. Mellé, Ivosev és Török, akadt egy picit össze, Ferenc faltolja le Kinit. A második hibája Ferenc Csabának és a csapatnak is ebben a játék részben.
McKinney. Ivosev. McKinney csúszik el. Elrontja. Richarcia lepattan, a Börzsis settenkedik kinn a jobb szélen. Ő kapja Ferenctől, volt szíve Ferencnek továbbadni, és Börgyűz meghálálja a bizalmat, megint bedobja, ugyanúgy, mint a negyed elején. 65-39-nél Kecskeméti időkérés. Tehát Kecskeméti támadás. Ivosev. Rakic teszi ki a szélre, Pongo. Rakic megy közelebb, és ez bent van. 9 pontos Mija Rakic. 65-41. Kevesebb, mint 4 perc van a negyedből hátra a harmadikból. Ferenc. Richards. Ó, és nem megy be. Szép lett volna, egy személyi hiba, és 2 dobás a dolog vége. Ivosev negyedik hibája. Csapatnak az 5. jön vissza, Kovács Péter. Gerasimovic megy le. A másodikat is bedobja Richards, 15 pontos, 67-41. Rakic, Hegedűs újra a pályán. Ferenc Csaba szerez labdát, egy sima falt Rakicnál. Ferenc Csaba nagy kedvel, és a kell önzetlenül játszik. Burgess a harmadik tripláját szerezte már, 15 pontos. Walker ugye 4-3-as dobott, Richards 15-nél tart, csak úgy, mint Burgess. Meg kell várni, amíg Burgess kisétál. Most jöhet a büntető. Az első lejön, kimarad. És a második is ugyanúgy szinte. Hegedűsé a lepattanó. 67-41, 3 perc és 30 másodperc még a negyedből. Burgess próbál labdát senni Rakicstól. Karahodzsics teszi tovább, Kovács, Rakic. Karahodzsics adja a zárást. Rakic dobja a triplát, nem jó, és a lepattanó. Burgess paskolja el, de Hegedűs gyűjti be. Pongo, Rakic. Hegedűs. Pongo Martin tette tovább, Rakic. Hegedűs Gergely késői a dobás. Nem is pontos, kivédekezte a körmend. Jön vissza Barovics és Gerasimovics. Nem egy Karahodzsics. És Hegedűs. Jön Popadics, Ferenc Csaba helyére. 3 perc még a harmadik negyedből. 26 pontos körmendi vezetés, bocsánat. Popadics. Burgess igyekszik szabadulni, meg is teszi. Nem jó a tempó. Tóth Norbertő, de jó! Elkiabáltam. 3 pontos Tóth, 69-41. Mellé ment Gerasimovic dobása. 2:34 a negyedből hátra lévő idő, 28 közte. Popadics. Burgess. Richards, és egy nagy zsákolás. 30 pont közte. 71-41. Thank you.
Pöci, nem jó. Varovics-tól indulhat a körmen. Bokör, Popadics. Ahogy jön a labda, ellövi, nem jó. Tóth Norbert félepattanó. Kevesebb, mint 2 perc. Tiszta szerelésnek ítélték a játékvezetőt. Nem tudta Tóth Norbert bejutni a faltól. Gyerasimovics. Tiszta zicser. 6 pontos Gyerasimovics. 71-43. Másfél perc még a negyedből. Walker. Popadics. Tóth Norbert kapja hármasra, és bent van csom nélkül, alig rezdül a háló. 6 pontos Tóth Norbert, és jön Sonyák Béla, Charles Burgess helyére. A Nyíregyháza ellen lépett utoljára pályára Sonyák Béla. De nincs csere, mutatják a játékvezetők, majd később. Gerasimovics. Kovács. Rakic. Ez is mellé megy. Tóth Norbert. Walker. 74-43. Burgess. Kipasszolja Popadicsnak. Falttal együtt a blokk. Kongó Martin. Kopott 2-t Popadics, és most jön Sonyák Béla. Burgess tapsolja meg a közönséget. Mindenki körmendi szól a kórus. 21-ből 12 tripla. Ez most a körmend mérlege. Popadics. Az első büntető kimarad. 31-7 volt ugye a mérleg Szombathelyen. Körmendi szempontból a triplákat tekintve. Egy picivel jobb tripla dobó teljesítménnyel az a meccs is még szorosabb lehetett volna, de ezen már kár meditálni. 74-43, kimaradt mindkét büntető. Gerasimovics. Fél perc még. Jó a tempó. 8 pontos Gerasimovics. 74-45. Alig kevesebb a körmendi támadóidő, mint ami hátra van a negyedből. Egy fél másodperc differencia lehet. Popadics, Sonyák, Tóth Norbert. Gyönyörű szép passz Popadicshoz. 8 másodperc volt még. Popadics tempó, remek játék, 10 pontos. Marko Popadics, 76-45. Kini, 1 másodperc volt még. Beveri a hármas James Kini. Első pontjait szerzi. 76-48 az utolsó 10 perc előtt. És akkor kezdődik a negyedik negyed. Kini 76-48-nál. Tóth Norbert piszkál oda Kovács Péternek. Az első hibáját kapja Tóth Norbert. Egy rosszul bedobott labda. Jöhet a körmen. Popadics. Richards, Popadics. Sonyák. Lépés hibát fújnak ellene. Jöhet a Kecskemét, továbbra is 76-48 a táblán. Kini, Gerasimovics. Kini megint távolról, és megint bedobja. 6 pontos. Egy csapásra az irányító, 76-51.
Kupadics. Barabics előzi meg Richardsot, nem lehet megjátszani a centert, most igen, távol a gyűrűtől. Richards, még 6 másodperc. Ez is lépésében mutatja a Farkas játékvezető. Későn ütötte le a labdát Richards. A második percbe fordult az óra. Kininél a labda. Igen. Lépés hiba volt Richardsnál, vissza tudtam nézni. Popad is megmenti a labdát, és Kini mellett dob egy zsutszát. 78-51. Kini. Gerasimovic. Sonyák üti be a faltot. Jön Bögyiz. Sonyák Béla helyére. Másfél perc telik el ebből a játék részből. Ivosev érkezik Kini helyére. Megpaskolja Forrai Gábor Kini fejét. Megint magasít a szerkezeten a vendégcsapat. Kovács, Gerasimovic. Kovács újra. Ivosev, Gerasimovic, Rakic. Gerasimovic. Bergis paskolt oda. A második hibája lesz a csapatnak, a harmadik. Kovács. Rakic. Walker próbált beleérni. Gerasimovic távolról, nem jó, és Richardsi a lepattanó. Kopadisot állítja meg Barovic. Neki is a harmadik hibája lesz ez. Vezet lepattanózásban is már a körment. 26. 23 ebben a tekintetben az állás. Kupadics. Ivosev lépett ki rá. Walker a sarokban, közelebb megy. Tóth Norbert, Walker. Walker engedi el, rövid. Richards ellen az ítélet. Ivosevvel harcoltak ott a lepattanóért. Richards negyedik hibája volt, ez jön vissza Kini. ...78-51-nél kecskeméti támadást át. Barovic. Kini. Megint távolról, ezúttal nem pontosan. Tóth Norbert. És most már Burgess viszi át a felező vonalon. Tóth. Elvállalja a hármast. Egy picit volt csak széles. A lepattanó vendégeké. Kini. Kovács, Ivosev, Kini, egy egykezes kosár, és Ivosev paskolja be. 4 pontos, Tomislav Ivosev, 78-53. Oké, Richards, 3 ért, ez sem jó. Ivosev, Kini. Egy kis szerencsével, de bedobja Kini. 78-55-ig zárkózik a Kecskemét, Déri Csaba kér időt. Na nézzük, hogy sikerült egy kicsit megnyugtatni a körmendieket, akiknek most volt néhány rossz dobása. Popad is nem sokat várt. Az ő triplája sem jó.
Kovács, és ez is bent van. 78-57. Bokel, de majd Ferenc Csaba, Bölgyiz. Popadics, Richards, Karahodzsics. Faltor, a második hibája. Ferenc Csaba érkezik, Popadics helyére. Richards, Bölgyiz. Betömörülnek a vendégek, de Bölgyiz megkerüli a kupacot. Őt bedobja. 17 pontos. 80-57. Kini. Richards mellett próbálta feltenni, majdnem sikerült. Kovács faltolja le Bölgyizt. A harmadik kecskeméti csapat hiba a játék részben. Jön Pongo Martin, és Milyen Rakic, lemegy Gerasimovics és Kini. Ferenc, Walker. Ellövi messziről, 2 pontért bedobja Will Walker, 15 pontot. 82-57. Öt perc még a meccsből. Pongó 2-ért nem jó, a lepattanó Ivosevé. Rakic. Ferenc mismatchben Karahodzsicssal. És egy szabálytalan blokkolási kísérlet. Ferenc Csaba mutatja, hogy igen, az volt. Nyugalomra inti még egy kicsit a közönséget is. Ferencnek is ez volt a harmadik hibája, Karahodzsics dobhat 2-t. Túl a 4-en a környebbi csapat szemlők száma. Richards megy oda Lőri Csabához, közben egy kis eligazításra. Ez is sportszerűtlen hiba. Hét pontos Karahodzsics, és most már 8. A labda a vendégeké. Rakic. A kettes nincs bent. A labda Ferenc Csabáról megy ki. Rakic. Ő kapja vissza Ivoševtől. Ivošev, Karahodzsics, vissza Ivošev, ez szép összjáték. 82-61. 6 pontos Ivošev. 20 pont közelébe küzdötte fel magát a vendégcsapat, Tóth Norbert, de jön az újabb tripla. 9 pontos Tóth, 85-61. Ez is bent van, 2 pontért. Pongó Martin második duplája. 85-63. Karahodzsics késett el egy picit Richardsról, és Richards ki is használja azonnal. 17 pontos. 87-63. Richardsnak a dupla duplája már megint megvan. 10 lepattanó, 17 pont, de mellette még van néhány remek egyéni teljesítmény, ez az, amit várt a meccselő Déri Csaba. Azt mondta, csak akkor lesz esélye a körmennek. A Richards is jól játszik, és mellette még lesznek kiváló teljesítmények. Bölgyiz kiperdül a kezéből, visszahúzza, de ez már
a veszett Kajsza nyele, sőt még az sincs meg. Ott marad tisztán, de elrontja Gerasimovic. A lepattanó Ivosevé, kevesebb mint 3 perc. Rakic ő bedobja a hármast. 12-nél tart. 87-66. Walker. 2-40 még. Richards. Ivosev mellett. Ivosev megpróbált eladni egy támadó hibát. Richards 19 pontos. 89-66. Ivosev. Rakic teszi tovább. Ungo Martin. Rakic. Ez lejön, és a lepattanó Karahodzsics és Tóth Norbert a körmendé. A kedvezmény most a nyíl. A kecskemétiek palánkja felé mutat, feldobás helyzet után jöhet a körmend. Kettős csere, Rakic és Karahodzsics ment le. Baradics és Kinni játékban. 2-10 a végéig, 89-66-nál. Will Walker ment le, őt élteti most a körmendi publikum, és Dr. Péter pályán a körmendben. Szépen játsza meg Richardsot, és falttal együtt dobja be Raja Richards. Dr. Péter azonnal egy asszisztal kezd. Kecskeméti időkérés, kevesebb mint 2 perc a hátra. Ryan Richards plusz egye jön tehát. És az is bent van. Viszont 4 pontos már Richards. 92-66. Pongo Martin ment közelebb és be is dobja. 6 pontos ezzel. 92-68. 1-40 még. Burgess. Kinni állítja meg. Doktor hozzáér. Gerasimovic oldalról jöhet a körmen. 12 másodperc még. Burgess. Megint kimegy. Kiperdül a labda Burgess kezéből. Gerasimovic nem bántja Tóth Norbert, és kimarad. És Tóthi a lepattanó. Doktor. 1-10 még. Richards próbált helyet csinálni neki. Burgess, 10 másodperc még. Elvállalja a hármast, nem jó. És a lepattanó. Végül Ivosevé. Kinni. Barovics. Kiüti Dr. Péter Barovics kezéből, de kézzel együtt. Olyan hiba. És így dobhat 2-t Filip Barovics. Ezen egy pontos Filip Barovics, 92-69. És jön Molnár Levente is. Ez is bent van. 12-nél tart Barovics, 92-70. Ferenc Csaba kapott pihenőt, és a pályára lépett tehát Molnár Levente. Burgess, Tóth Norbert. 45 másodperc még. Doktor megkerüli a védelmet, és bedobja Dr. Péter. Nagy öröm ez a körmendi publikumnak, 94-70. Kinni. Ivosev, Pongo. Kinni, 10 másodperc még a támadó időből. Ivosev, 2 pontért bent van. 8-nál tart Ivosev, 94-72, mi 15 másodperc, Burgess. Doktor, 10 másodperc.
Hossza passz, Ivošev, Kini, még 3 másodperc, az már nem lesz kosár, Burgess, 94-72, 22 ponttal végül nyeri a mérkőzést a 30-al is vezető Körmen. Az első negyed kiegyensúlyozott, a másodikban ellépett a Körmen, fokozatosan növelve az előny, és még ki is tudott engedni a hazai csapat az utolsó 10 percben, ez is belefér. Magabiztos, megérdemelt körmendi győzelem, tehát az elhalasztott mérkőzésen a KTL Duna aszfalt ellen. A hazai pálya most is erős volt a körmendnek, jól dobtak a hazaiak, különösen távolról, hiszen volt ugye olyan időszak, amikor még bőven 50% fölött voltak a vonalon túlról. Igaz, hogy a végén ez talán leromlott, igen, 27-13, azért nincs sokkal az alatt. Fölényes, magabiztos körmendi győzelem tehát, megérdemelt a hazai csapat öröme. A kecskemétiek tisztességgel, becsülettel küzdöttek, de ma ennyire futotta a vendégcsapat erejéből, amely a negyedik vereségét szenvedi el a bajnokságban. A Sopron 2-szer, a Pécs 1-szer győzte le a KTL csapatát, és ez most a körmendnek sikerült negyedszerre ebben a szezonban. Munkatársaim nevében és a csapat és a közönség közös örömének képeivel köszönöm meg figyelmüket. A viszontlátásra, viszonthallásra legközelebbi hazai meccsről, amikor a Sopront fogadja az Aegis Körment. Hát az megint nagy meccs lesz. Viszontlátásra, viszonthallásra.